A megmérettetésre az ország távolabbi pontjairól és több európai országból is jelentkeztek. Voltak visszatérő versenyzők, de akadtak, akik most voltak itt először. A tenyésztők számára ez a program jó lehetőség a tapasztalatszerzésre és az ismerkedésre. A kiállításunk végül is elsődlegesen a kutya kedvelők miatt van, de hát nem szabad megfeledkezni, hogy nagyon sok ember tenyészt is kutyát. A tenyésztésnek meg alapfeltétele, hogy minősítetni kell a kutyát. Kutyának legalább egy fiatal és egy felnőtt osztály eredmények kell, hogy legyen. Kanoknak minimum a kitűnő, szukáknál minimum a nagyon jó, plusz tenyészszemle. Ha nincs tenyészszemle, akkor az utód nem kap törzskönyvet, csak regisztrációs lapot. A kis testű kutyák érzékenyebbek, sokkal finomabban, óvatosabban kell hozzájuk nyúlni, őket asztalon bíráljuk mindig, és egy tekintettel vagyunk ilyenkor ugye az időjárás viszontagságaira, esőre, hűvösebbre, egy kicsit ezek a kutyák mindig érzékenyebbek az ilyen dolgokra. Nagyobb testű kutyákat ugye mindig a földön bíráljuk, ők azért, őtőlük egy kicsit több elvárásunk van, miután karakteresebbnek kell lenniük. A mustrán törzskönyv nélküli kutyák is indulhattak. A küllembírálat során többek között az állat testtartását és harapását figyelik, továbbá keresik az esetleges anatómiai hibákat. Szépségverseny van, és itt szép kutyákat szeretnénk látni a körökbe, felkészítve ennek a kiállításnak a minősítésére. Ez azt jelenti, hogy egy ápolt kutya, egy szőr minősége jó legyen. Természetesen anatómia az az elsődleges célpont, amit nézünk a kutyán. Mindenféleképp ugye a megfelelő standard leírásának meg kell, hogy feleljen a kutya. A bírók kiemelt figyelmet fordítanak a kutyák viselkedésére. Ahhoz ugyanis, hogy egy állat jól szerepeljen, stabil idegrendszerrel, illetve fejlett szociális készséggel kell rendelkeznie. Fontos még, hogy együttműködjön a gazdájával, és természetesen az ítészekkel.